Gratulálok, debütáltál a Honvédban, ráadásul kapott gól nélkül. Mesélj, mióta tudsz róla, hogy kezdőjátékos leszel a Mezőkövesdre? Először is köszönöm szépen a jó kívánságokat. Nagyon örülök, hogy kezdőként kaptam lehetőséget. Igazából ezt a tegnapi nap folyamán tudtam meg edzés előtt. Hívott félre a kapus edző, hogy másnap kezdőbe számítanak rám. Igazából úgy fel voltam rá készülve, de mégis váratlanul ért egy kicsit. De úgy gondolom, hogy sikerült hajtálnom. És akkor hogy telt ez a 24 órád a meccs előtt, amióta már tudtad, hogy te leszel? Volt bennem egy kis versenydruk egész nap folyamán, de amint kimentem a pályára, úgy éreztem, hogy ez elmúlt, és onnantól kezdve csak magamra tudtam koncentrálni, és hát, sikerült kapott gól nélkül lehozni a meccset, ami nagyon fontos. Mennyit segített az, hogy már a meccs előtt is a Honvéd szurkolók a nevedet skandálták? Ezt is nagyon szépen köszönöm nekik, nagyon jól esett, és ez egyfajta magabiztosságot adott nekem, nagyon jól esett, és remélem, hogy ezen túl is így fognak engem biztatni, mert ez egy nagyon jó dolog. És az se semmi történet, hogyha jól tudom, ugye ma ünnepled a 21. születésnapodat, volt már ennél szebb ajándékod? Ha jól emlékszem, nem. De nagyon örülök ennek, hogy pont a szülinapomon ez már csak egy habatortán, hogy kapott gól nélkül hoztam le a mérkőzést. Nagyon, nagyon jól esik, és nem emlékszem, hogy lett volna még egy ilyen születésnapom. Ráadásul a végén még a szurkolók is felköszöntöttek. Igen, külön ők is, nagyon jó esett. Ezúton is köszönöm nekik. Mesélj kicsit a meccsről is, légy szíves, milyen volt onnan a hátulról? Úgy éreztem, hogy végig domináltuk a mérkőzést, voltak helyzeteink is. Onnan hátulról igazából azt éreztem, hogy egy stabil csapat van előttem, akik nagyon jól szervezetten védekeznek. Ebből is látszott, hogy az ellenfélnek igazából elég volt kapu lövése, ami kapu előttek azt is elhárítottuk, nem kaptunk gólt, ami nagyon pozitív volt. Igen, nyilván nagyon boldog, hogy nem kaptál a gólt és pontot szereztetek, viszont ugye nehéz helyzetben van a klub, ez az egy pont, ez mennyit ér most számotokra? Nyilván jobb lett volna 3 pont, de ez is egyfajta kitűző célunk, hogy kapott gól nélkül hozzuk le a mérkőzést. Szerintem, ha ezen az úton haladunk tovább, akkor előbb-utóbb meg lesz ennek az eredménye, és gólokat tudunk szerezni. Ugye te saját nevelésű játékos akadémista vagy, nyilván ezért is értékelték annyira a szurkolók, hogy ott voltál a kapuban. Ez egy Magyar Futball Akadémiás játékosnak ilyenkor egy valóra vált álom? Mondhatni azt is, igen. Hát ugye 7 évvel ezelőtt kerültem föl az akadémiára, akkor ez egy hatalmas nagy álmom volt, hogy az első csapat bemutatkozzak, és hát 21 éves koromra, pont születésnapomkor ezt sikerült elérni, és hát ez egy hatalmas nagy valóra vált álom. És mivel lógsz most a többieknek, amiatt, hogy bemutatkoztál? Szerintem egy vacsorával lógok a többieknek. Másról én nem tudok, de lehet kitalálnak valamit.